A szlovák államfő egyéves hivatali tevékenységéről Dunaszerdahelyi stúdiónkban Berényi Józseffel, a Magyar Közösség pártjának elnökével Bíró Éva beszélget. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önt a stúdióban, elnök úr! Jó estét kívánok! A szlovák parlamentben az államfő ma tartotta az országértékelő beszédét, amelyben beszélt többek között az oktatásügyről, az egészségügyről, a menekültek kérdéséről. Nem foglalkozott viszont a felvidéki magyarok helyzetével és a problémáival. A politológusok bírálták, miszerint nem érintette a korrupció témáját sem. Ön hogyan értékeli az államfő beszédét? Azok a területek, amelyekre rámutatott, azok a területek valóban a legnagyobb gondjai ma most Szlovákiának, tehát az egészségügy történetesen, az iskolaügy, a nagy regionális különbségek, valamint a biztonságpolitika, azok a területek, ahol a legnagyobb gond van ma talán Szlovákiában. Ugyanakkor tény is való, hogy a kisebbségi kérdésről nem beszélt. A romákról egy mondatot mondott az oktatásügy keretén belül, és ahogy mondtam, az előző témákkal egyet lehet érteni, amit elmondott, de érdekes módon, amióta 2010 óta a Magyar Közösség pártja kikerült a parlamentből, azóta a közbeszédből is kikerült a szlovákiai magyaroknak a helyzete, és a köztársasági elnök annak ellenére, hogy nagyon sok szavazatot kapott az itt élő magyaroktól, szintén kerül ezt a témát, mint macska a forrókását, ez azt jelenti, hogy nincs megoldása, vagy nem kíván ebben a témában megjelenni a szlovák választói előtt. Így van, tehát magyar szavazatoknak köszönhetően is került az államfői posztra, viszont az elmúlt egy évben, ahogy a mai beszédében is ugyanúgy kerülte a kisebbségek helyzetét, illetve a problémáit, annak ellenére, hogy korábban azt mondta, hogy mindenki köztársasági elnöke szeretne lenni. Melyek azok a kisebbségi ügyek, kérdések, amelyeket ön szerint érintenie kellett volna, vagy amelyekben meg kellett volna szólalnia? Hát nem hiszem el, hogy a köztársasági elnök úr nem tud arról, hogy a mostani oktatásügyi változások azok milyen módon befolyásolnák az itt élő magyaroknak a helyzetét, pontosabban a magyar oktatásügyet. Mindegy 260 magyar alapiskolánkból 110-et veszélyeztet az a rendelet, illetve az a módosítás, törvénymódosítás, amelyet el kíván fogadni a parlament. A kisiskolákról van szó elsősorban, de azt is tudnia kell nyilván, hogy a magyar nyelvoktatása, a magyar nyelv és irodalom oktatása jóval kevesebb óraszámot kaphatna és folytathatnám. Ezeket a kérdéseket nyilván tudja, hogyha nem kíván megnyilvánulni ezekben a kérdésekben, akkor vagy egyetért vele, vagy egyszerűen nem tud megoldást mondani ezzel kapcsolatban. Mind a kettő hiba, hogyha ez így van. Örültünk volna, hogyha azért legalább egy-két mondat erejéig megszólal ebben a kérdésben. Annyit talán a magyarországi nézők számára érdemes elmondani, hogy azt mondta, hogy értékeli, hogy Magyarország nem nyitja ki, pontosabban úgy fogalmazott, hogy a régi rossz szellemeket nem engedi ki a palacból Magyarország, ami azt jelenti, hogy lehet építeni a jó szomszédi kapcsolatokra, lehet fejleszteni Magyarország és Szlovákia kapcsolatát, és ide illett volna az, hogy ezek után pedig a szlovákiai magyarok vagy a felvidéki magyarok helyzetén is javítsunk. De hát ez nem hangzott el. A közelmúltban viszont Dél-Szlovákiába látogatott, Komáromban és Párkányban is járt, és azt mondta ezután, a látogatás után, hogy nem tapasztalta, hogy a magyarok elégedetlenek lennének. Ez azt jelenti, hogy a magyar politikusok nem tolmácsolták eléggé a problémákat. Ön például kezdeményezette találkozót a köztársasági elnökkel? Természetesen kezdeményeztem. Helyi politikusokkal találkozott a köztársasági elnök úr, országos politikusokkal tudtommal nem, legalábbis a Magyar Közösség pártjából nem. Kezdeményeztük rögtön a hivatalba lépésekor, hogy szívesen akár a sajtónyilvánosság nélkül is találkozunk, beszélünk a dolgokról, elmondjuk, hogy mi az, ami bennünket bánt, mi az, amiben várnánk a segítségét. Nem történt meg ez a találkozó. A Párkányi találkozóval kapcsolatban azt hallottam, hogy ugye írásba kellett leadni a kérdéseket, és valaki szelektált, válogatta, hogy milyen kérdéseket kap meg a köztársasági elnök. Én úgy tudom, hogy voltak a kérdések között például oktatásügyet érintőek is, de ezeket ott föl sem olvasták. Tehát elég sok minden a politikai marketing szintjén zajlott ennek a találkozónak, és a tényleges komoly kérdéseknek csak egy része hangzott el, a kisebbségi kérdések pedig egyáltalán. Az államfő tanácsadói testületében nincsen jelenleg magyar, és azt mondta, hogy ezen a jövőben sem szeretne változtatni. Mit gondol, változtatni fog-e viszont a kisebbségekhez való viszonyulásán, illetve aktívabb lesz-e a kisebbségi ügyekben? Hát bízunk benne, tény is való, hogy ez a eddig talán a legjobb köztársasági elnök, ami az ország demokratikus fejlődését illeti, illetve a társadalom hangulat megteremtését illeti, de azt azért nekünk el kell mondani egyértelműen, hogy a demokratikus változásokhoz, illetve az ország jobb hangulat
hangulatának a kialakításához kell, hogy az itt élő kisebbségek is megkapják azt, ami nekik jár, hogy az itt élő magyarok is megkapják, akik nekik jár. Ne folyamatosan arról szóljon a történet, hogy hogy tudjuk megállítani az állami negatív lépéseket, az állami befolyást, az állam támadásait, hogy tudjuk leállítani, hanem végre tudjunk építkezni. Hogyha a köztársasági elnök úr egy mondatot, két gondolatot kimondaná, azt mondaná, hogy mivel a szlovákiai magyarok asszimiláció jelentős, sőt az elvándorlás is jelentős, azért ez a kormány tegyen meg mindent azért, hogy ez a folyamat megváltozzon, hiszen van rá lehetőség, ez egy békés kisebbség, békés eszközökkel küzd a megmaradásáért, adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ez meg is történjen. Ezt ennyit elmondana, akkor egy nagyot lépnénk előre, sajnos egyelőre ezt nem hallottuk részéről. Lát esélyt arra, hogy a közeljövőben Magyarországra látogat a szlovák államfő? Azt hiszem, hogy igen, ő lesz a soros most a diplomáciai kapcsolatok terén, hogy oda látogasson, Magyarországra látogasson. Ezek a találkozók természetesen, hogy fontosak, hasznosak és kellenek, és bízunk benne, hogy ezeken a találkozókon legalább a mi ügyünk is asztalra kerül. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a szó a budapesti stúdiójé. Én is köszönöm. Bíró Évának és Berényi Józsefnek nagyon szépen köszönjük.